Sziasztok, Dóri vagyok, és a mai videóban az októberi olvasmányimról fogok nektek mesélni. Amint láthatjátok, most már sikeresen beraktam a székhelyemet ide az új helyre. Szóval most már valószínűleg ez lesz a háttér, nem tudom, még próbálkozok, nem tudom, hogy Tóbi és mennyire fog látszani a videóban, természetesen most kellett neki ide, ide okoskodni az ölembe. Remélem, hogy attól függetlenül fogok tudni figyelni és elkészíteni a videót, mert ilyenkor elég nédi tud lenni, és össze-vissza nyalogat, meg harapdálja a kezemet. Na de mindegy. Szóval az a meglepő, hogy ugye mi november közepén költöztünk, októberben most már elég brutál, szerte széjjel volt a ház, hogyha lehet ezt így mondani, és Biztos voltam benne, hogy az október-november olvasás szempontjából egy nagyon erőteljes mélypont lesz. Ehhez képest októberben elolvastam hat könyvet. Ezt nem tudom, hogy hogy sikerült kivitelezni, de ráadásul nem is minden könyv vékonyka. Nézzük! Nézzük, mikbe! Sikerült beleugranom és be is fejeznem. Egészen sok könyvklubos olvasás lesz, lehet, hogy ez egy, ugye egy ilyen jó kis extra motiváció volt nekem az olvasás során. Így az első könyvként mindjárt mutatom az ugyanúgy más könyvklub közös könyvét, amit Enikővel olvastunk, ez pedig Moris Dzsihmontól volt, Légy jó, mint halálig. Hát igen, ez egy tipikusan olyan kötelező olvasmány, ami nagyon ijesztő tud lenni, pedig egyébként nem annyira vastag de nagyon sokan nem szeretik, ugye, Nyílas a lúzer felkeltése szoktak ezzel, vagy ezzel ellen a könyv ellen érvelni legtöbbször. Nekem akkor kezdtem mozgatni jobban a fantáziámat, amikor olvastam róla egy olyan írást valamelyik könyves blogon vagy portálon, hogy ez valójában nem egy ifjúsági történet akar lenni, hanem sokkal inkább az akkori iskolarendszer kritikáját szerette volna Annó Múric megfogalmazni, ami elég valószínűnek is tűnik az alapján, hogy ő mikkel foglalkozott, ugyan sokat politizált. És úgy döntöttem, hogy nincs is jobb lehetőség ennek a könyvnek a listámról való lehúzására, mint hogy valakivel közösen olvassuk el, és összességében egyáltalán nem bántam meg. Én annól, amikor kötelező olvasmány volt, abszolút nem olvastam el, teljes mértékben elzárkóztam előle. Talán egy pár oldalt letudtam, és akkor azt mondtam, hogy jó, nyilas misit én nem tudom elviselni és most azért egy kicsit átértékelődtek bennem ezek a dolgok. Ráadásul nem is volt ő akkor nagy lúzer, mint ahogy én erre emlékeztem, és ígérem, hogy megpróbálom ezt a szót többször nem kiejteni itt a videó során, mert nekem úgy maradt ő meg, mint egy kisfiú, aki mindig sír, aki a sarokban ül, akinek nincsenek barátai, aki teljesen elzárkózik és kizárja magát a közösségből. Ehhez képest még verekedett is. Szóval nem volt ő egy annyira alamuszi gyerek, ráadásul összességében szerintem egészen jól feltalálta magát a helyzetekben. Nyilvánvalóan, mivel egy kisfiúról van szó, aki elkerül egy idegen városba, idegen környezetbe, egy hatalmas, nagy hírű gimnáziumba, persze, hogy hiányzik neki a családja, persze, hogy hiányzik neki az otthona, persze, hogy nehéz ezt a beilleszkedést véghez vinni, már amennyire ugye sikerül. Így, hát Összességében én ezt egy jó könyvként éltem meg, most még már így visszagondolva is erre a kötetre. Én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy kötelező olvasmánynak kellene, hogy legyen, mert nagyon sok szót is nehezen értenek most már meg a srácok belőle szerintem. Másrészt pedig valóban nem kimondottan gyerekeknek szól, megint az a történet, attól, hogy gyerek a főszereplője, nem biztos, hogy gyerekkönyv. A Móricz életmű olvasásért ezt folytatni fogom jó esélyen, mert most már egészen sok, nem, nem, nem egészen sok. Egy jó pár könyvet lehúzhattam ugye a listámra, amit tőle olvastam el. Ilyen volt a házasságtörés, ilyen volt a sárarany. A rokonokat még mindig nem olvastam el, pedig azt nagyon-nagyon kellene. De volt még valamint olvastam, mindegy lényegtelen. A, a betyár. <laughs> Csak eszembe Szóval nem annyira volt vészes ez a könyv, mint amennyire számítottam rá. Ugye az élő kibeszélő visszanézhető enikőnél mindenképpen csak le, mert jó volt. Aztán olvastam még a BTKK-ban is, amikor a szabályszegő szeptember keretein belül elolvastam David Mitchell-től a Felhő Atlaszt. Ezt ugye Tündével is Nikivel olvastuk közösen. Már egészen régóta beszélgettünk hármasban arról, hogy jó lenne elolvasnom ezt a könyvet, mert valamikor nem tudom, 8-9 éve olvashattam talán, és nekem akkor nem kimondottan tetszett, valahogy nem kapott el az egésznek a vibe -ja, nem kapott el a, a történetvezetés, nem kaptak el a karakterek, és amikor így szóba jött mindig ez a téma, hogy David Mitchell felhőat lesz, akkor, akkor, azért tudtak olyan dolgokat behozni, amik, amik egészen jól meggyőztek, hogy igen, nekem jó lenne elolvasnom ezt a könyvet, és jaj, de jól tettem. Nagyon-nagyon izgalmas maga tényleg az egész történetnek a vezetése, ez a piramisos felépítés, ahogy én, én hívom magamban. Tetszettek benne a karakterek, főleg Sonmi, aki egy futurisztikus szállat hozott magával. Nyilván ugye a Skifimánia, az most már mondhatjuk, hogy nem egy korszak, hanem, hanem igen, én nagyon-nagyon szeretem a science fiction, így természetesen ebben a könyvben is, közel állt hozzám ez a szál, és nagyon-nagyon szépen ír Mitchell, és rengeteg olyan témát boncolgat, amibe nagyon-nagyon sok idő, mire az ember igazából belemászik, ilyen az egyik a, a kiszolgáltatottság többek között, és annyira jó, hogy Tóbi és most már ezt össze-vissza, na mindegy, zen van. Szóval ebből is volt természetesen egy élő kibeszélő, nagyon sok szeretettel irányítalak arra a videóra benneteket, mert ott sokkal-sokkal bővebben érintettük ezt a könyvet, mint amennyit most én itt elmondok róla, de az biztos, hogy nem ez volt az utolsó Mitchell könyv az életemben. A hónapban olvastam még Jelne Telertől a semmit, ami, ami rádám vett rá, mert én ezt a könyvet valójában ugye magamnak vettem, de hát elég sokszor járunk így, hogy veszek magamnak egy könyvet, ő elolvassa, aztán rábeszél, hogy olvassam el a könyvet, amit magamnak vettem, és ez a könyv is ilyen volt, mert nem tudom, talán valamikor még a nyár folyamán olvasta el, és azt mondta, hogy neki ez egy nagyon meghatározó olvasmány lett maga a filozófia miatt, ami benne megtalálható, és a vezérgondolat miatt, ami benne megtalálható. Ugye ez egy dán szerző kötete, és betiltották, aztán kötelező olvasmány lett, szóval kicsit rögös volt az útja ennek a könyvnek, és abszolút meg tudom érteni, hogy miért. Első blikre nekem a legyek ura jutott róla eszembe, aztán azon kezdtem meg gondolkozni, hogy miért volt az, hogy ez a könyv nagyon sok mindenkinek kiborította a bilit, míg a legyek ura nem biztos. Aztán végül is arra jutottam, hogy mivel ez egy modern történet, egy sokkal valószerűbb szituációban, mint a legyek ura, mármint manapság azért valljuk be, hogy ha a két könyvet egymás mellé állítjuk, hogy melyiknek nagyobb a valószínűsége, hogy megtörténik, akkor az bizonyos semmi lesz. Igen, a gyerekek tesznek fel kérdéseket, a gyerekek tesznek fel nagyon-nagyon nehéz kérdéseket, amikre nem mindig tudunk válaszolni, vagy nem is biztos, hogy van rá egy egyértelmű válasz, és valahogy így voltam én ezzel a könyvel is, hogy nem tudok rá egy értelmes választ adni, hiszen a főszereplő, vagy hát az, az a karakter, aki elindítja a teljes cselekményt, ő az életértelmét, vagy annak az értelmetlenségét veti fel, és az értelmét vitatja kvázi, amikor is az osztálytársai teljes mértékben hát megsértve érzik magukat ezáltal, és próbálják neki elmagyarázni, vagy megmutatni, hogy mi is az élet értelme. Egészen apró dolgoktól indulunk, és elkezdünk az egyre durvább és erőteljesebb dolgok felé vándorolni, és ez volt az, ami rengeteg mindenkinél tényleg kivette a biztosítékot, itt nem szeretnék spoilerezni, de ha igazából belegondolunk, hogy számunkra mi az élet értelme, akkor azért gondolhatjuk, hogy elég brutális dolgok elkezdenek itt ki, kibukni a gyerekeknél. Sokan azt vitatják, hogy a felnőttek minden bizonyal nem így reagálnak rá, én erre azt mondom, hogy Janet erre egy kísérletet indított el a semmivel, ahol az ő fantáziája szabott határt, hogy mire hogy reagálnának a felnőttek, valószínűleg egy kis szatirikusságot is belevitt itt a történetbe, mert én sem feltétlenül gondolom, hogy a szülők így reagálnának a gyerekek XY tetteire, de ez még nem azt jelenti, hogy ez a könyv nem egy roppantú izgalmas témát kezd el feszegetni, és nem borítja azt a bizonyos bilét, saját fejünkre is, amikor elkezdünk gondolkozni azon, hogy mi számít igazán az életben, és miért is vagyunk a Földön, és mi is az, ami ami nekünk fontos, és mi az, amit képesek lennénk beáldozni, ezek nagyon-nagyon nagyon erős dolgok, és ez egy relatíve rövid könyv, Üh, miért meg is mondom nektek, ez 178, már az utolsó, és ugye nagyon-nagyon lazán van szedve, nagyon gyorsan lehet vele haladni, de nem biztos, hogy érdemes, mert fontos, hogy erüljünk bizonyos gondolatokon egy kicsit, Szóval én mindenkinek nagyon-nagyon ajánlom, jelne telertől a semmit. Van tőle itthon még egy könyvem, a köröm hát ezután kicsit félre fogok majd belekezdeni szerintem. És igen, az októberen megint nagyon-nagyon vegyes volt, ugye már láthattunk itt szép láthattunk egy kicsit filozófiai regényt, és akkor most jön egy horror történet, ami Stephen Kingtől től volt a kedvencek temetője, vagy az állattemető, ugye többféle néven fut ez. Ezt a lapozza filmre kapcsán olvastuk el együtt a Vildával, és volt belőle egy nagyon jó kibeszélünk, szintén megtekinthető a Youtube-on. És Stephen King-el nekem egy ilyen csak kapcsolatom van, most már egészen régen olvastam tőle könyvet, régen azt mondtam, hogy a is listáját is képes lennék kérdezni, és valahol ez így is van egy kicsit, azt hiszem, mert még mindig vannak olyan könyvei, amiket nem olvastam, bár egészen sok van, most azt itt nem tudjátok látni a polcon, de egy, hát mondjuk egy ilyen hosszúságú polc van tele kín könyvekkel, és van köztem még tényleg egy-kettő, amit nem olvastam el, és nagyon-nagyon szeretem azt, hogy ő ilyen módon teremt hangulatot és tud behúzni, és a kedvencek temetője nem a legerőteljesebb könyve, szerintem csak inkább az egyik legfelkaptabb, és megnéztük belőle ugye a filmet is, hát én a régi filmet láttam, nem volt nagy meglepetés, mert ugye már a könyvet is olvastam korábban egyszer vagy kétszer, a filmet is láttam elég, elég sokszor régebben, de most az a film, ez még rosszabb volt, mint amilyen emlékeztem. Azért a kedvencek temetője még mindig egy ilyen fú, most, ahogy erre azt mondom, hogy komfortolvasmány, az mennyire durva. Nem baj, bevállalom. Szóval nekem a kedvencek temetője egy ilyen kicsit ilyen komfortolvasmány, hogy nem kell közben nagyon gondolkozni, nem kell nagyon agyalgatni, meg gondolkozni, hogy mi lesz a vége, hanem egyszerűen csak belesüppettem, és élveztem azt, ahogy a cselekmény visz előre, ahogy King felépíti a bonyodalmat. És a végén persze a szokásához híve megint egy kicsit elszállt az agya, de én ezt már így nagyjából elengedtem a King könyveknél. Szerintem nagyjából minden King könyv így épül fel. Nem mind, de nagyon sok könyv így, könyve így épül fel, hogy a végére már így, mint egy így bedobta volna a gyeprőt, hogy jó, van, most már lesz, ami lesz és teljes agyament dolgokat húz elő az addig is meglehetősen agyament kalapjából. Nem gondolnám, hogy itt a történetről túl sok szót érdemes mondanom, szerintem nagyjából mindenki ismeri ezt a sztorit, ahol egy család egy nagyon forgalmas út mellé költözik, és borzasztó sebességgel közlekednek itt a kamionok, és a családnak van egy cicája, meg két gyereke, gyakorlatilag maga a, a konfliktus és a tragédia az borítékolható, és hát, ha nem olvastátok még azért tegyetek egy próbát. Na hát, akkor jöjjön az a könyv, ami úgy nagyjából azt kell, hogy mondjam, hogy átsegített a költözésen, mert a költözés előtti napomban kezdtem el olvasni, és nem voltam én abban biztos, hogy én ezt be fogom tudni fejezni, vagy hogy oda tudok rá koncentrálni. Ennek ellenére ez megdöbbentően jól sikerült. Ez nem más, mint a Mickey Seven Edward Estontól, és igen, következetesen Mickey Seven-nek fogom mondani, mert az én fejemben ez valamiért abszolút -e így épült be. Mostanában ugye egyébként is elég nagy szerelemben vagyok az ágevés könyvekkel, és nem volt ez másképp a Mickey Sevennél sem. Egy olyan jövőbeli világban vagyunk, ahol már vannak eldobhatók. Igen, ez egy nagyon jó szó. Nem tudom, hogy Breno Hekitnek mennyi köze volt hozzá, mindegy, eldobhatók. Miki, mint ahogy a szám is mutatja, már a hetedik a sorban, hát ez az egyik legszarabb munka, amit el lehet vállalni, gyakorlatilag egy terraformálás során itt a könyv szerint, hogy eldobhatóként jelensz meg a legénység soraiban, mert minden egyes alja, veszélyes, halálos, gyilkos munkát veled fognak végeztetni, legyen ez egy sugárzás, legyen ez egy ó, nézzük meg, hogy megesz-e a helyi fauna, meg flóra, meg minden megesz. És nekem erről a könyvről nagyon-nagyon erőteljesen a Hold című film jutott eszembe, csak az egy kicsit erőteljes, nem, nem erőteljesebb, hanem az sokkal komolyabb. Ez a könyv pedig egy ilyen ilyen uh, marsi, uh, hú, itt most más is és na mindegy, szóval, hogy Andy a marsiára hajazott egy kicsit, szóval azt mondanám, hogy ez a marsi és a hold szerelem gyereke, ami elég jó kis kombináció, én azt gondolom. Nagyon-nagyon élveztem az olvasását, borzasztóan könnyen tudtam követni a szöveget, egy kellemesen szarkasztikus humora van, nagyon rövid, gyönyörű a borítója, imádom a borítóját, hogyha lehetne, ezt kitenném. Mármint, hogy nem a borítót konkrétan, hanem a, a plakátot róla simán nem a falra, mert nagyon-nagyon szép ez a, ez a narancs-fehér, meg fekete kombó. nem vagyok benne biztos, hogy van-e más könyve de ha van, akkor Gimidet, mert nagyon-nagyon szívesen elolvasnám hogy egy ilyen kellemesen könnyed science fiction történetet kapjak, tényleg nem váltja meg a világot, de szerintem ez a könyv nem is akarta megváltani a világot. És akkor ilyen a hónap utolsó könyve, amit a könyvfesztiválon vettem, kisebb-nagyobb fruzsi propaganda hatására. Ez az ágyban dohányozni veszélyes Mariana Enriquez-től, aki egy argentin szerző. Ugye? Ugye, hogy argentin? Igen, egy argentin szerző. És már a kép alapján is azon kezdtem el gondolkozni, hogy mit vállalok ennek a könyvnek az olvasásával, ami egyébként nagyon-nagyon szép. És hogyha nézem ezt a borítót, megnézem ezt, akkor az is nagyon királyul lett összerakva és nem tudtam kimondottan, hogy mire számíthatok, hát lebb az ilyen propaganda vásárlásoknál nem szoktam kimondottan utána nézni annak, hogy miről szól a könyv, csak elhiszem embereknek, hogy ha azt mondják, hogy nekem valami jó lesz, és szerintem az esetek 99 99%-ában ez tényleg jó is szokott lenni. Így volt ez az ágyban dohányozni veszélyessel, is. szintén és környékén olvastam, nagyjából, ha jól emlékszem, párhuzamosan a Mickey seven mert így jó volt néha egy-egy novellára kiugrani a dobozolás közben, ez tökéletesen alkalmas volt rá, mert novellák után kellett is, hogy szünetet tartsak. Az argentin Mondavilágra nagyon erősen épít, és ezek horror történetek kvázi, nagyon furcsa és random elemekkel, és nem is nagyon tudom, hogy mi mást mondhatnék erről a könyvről, ezt bevallom, hogy inkább érzéseket hagyott bennem semmint emlékeket, ilyen, ilyen ez is emlékeket hagyott bennem, biztos szoktatok ezzel ti is így lenni. Valószínű, hogy érdemes egy pár novellát kétszer elolvasni benne. Nekem erre most nem volt ugye kapacitásom, de, de néha olyanokat ütött a végén, amire azt mondtam, hogy hinnye euh, elég erős. És csak hogy egy pár hívószót megemlítsek, vannak benne transgenerációs problémák, vannak benne beilleszkedési problémák, vannak benne um, hát kapcsolati problémák, szóval nagyon-nagyon sok területet érint benne Mariana Enriquez, és összességében borzasztóan örülök, hogy megvettem ezt a könyvet, ráadásul valami irtuzatosan volt árazva. És most csak én nagy szavakkal tudok dobálózni, hogy borzasztóan meg Engedjétek ezt most el, nekem nagyon régen videóztam, vissza kell még ebbe szokni. Na hát ezek voltak azok a könyvek, amiket októberben olvastam, szerintem egészen jó sikerült kis termés gyűlt itt össze és nagyon remélem, hogy a, a fény meg minden jól sikerült a videóban, és levezhető lesz majd. Amit látjátok, itt most nem a science fiction könyvek lesznek mögöttem, mert a szobának úgy került a berendezése, hogy ezt a settinget tudom megoldani. Nem tudom, hogy a kis próbálok próbálok -e majd még rajta variálni, egyenlőre ez marad szerintem. És nagyon-nagyon szeretnék most már nektek tényleg egy könyvespolc csinálni, ami elmaradt az előző otthonunkban, csak a kis polcokat láthattátok, itt már ugye fixen a nagy polc lesz mögöttem annyi eltéréssel, hogy most nem tettük őket egymásra, mert um, annyira nem sikerült megerősíteni a költözés során, hogy ezt a nem tudom 150 kilós monstrumot megmozgassuk, de lehet, hogy jobb is lesz ez így majd még. Kitaláljuk? Amúgy lehet, hogy nem is látjátok, hogy nincs egymásra téve. Nem baj. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ebben a videóban. Legyen további szép napotok és hetetek! Sziasztok!